Kiskunhalason vagyunk, a hátunk mögött a panoráma torony látható. Kérem, tartsanak velünk, és nézzük meg, hogy milyen különlegességek találhatóak itt. A fogadó térben kialakítást nyert egy századokra bontott történelmi mágnesfal. A mellettem lévő Kiskunhalas történetét mutatja be számokban. Egyre jobban közeledünk a panoráma torony lépcsőihez. Előtte viszont egy játékra szeretnélek benneteket invitálni. Rebekát kérném, hogy ezen az interaktív falon legyen kedves megkeresni a református templomot, és nézzük meg, mi történik, hogyha megtalálja. Azoknak se kell lemondani erről a csodálatos élményről, akik kerekes székben élők, hiszen több kameraállásból meg tudják csodálni a tájat, illetve négy nyelvű kiadvány segítségével el tudják olvasni Kiskunhalas hírességeiről, érdekességeiről szóló információkat. Megérkeztünk a panoráma torony lépcsőihez, ahol a 16. századtól bakterek és őrök pásztázták és vigyázták Kiskunhalas területét 2 és 4 órás váltásban. Ezeken az eredeti lépcsőkön tették meg ezt a nem kis távot. A torony belsejében lévő falakon, molinókon olvashatunk Kiskunhalas történetéről, hírességekről, érdekes információkat. Számomra az egyik legérdekesebb, miszerint 1795-ben Halasra küldték Csokonai Vitéz Mihályt. Állítólag a város főbírája vendégül látta a költőt ebédre. Étkezés után megkérdezte tőle a vendéglátója, tudod-e a májsz mit jelent a tányér alján a 3 betű KHV? Tudom hát, válaszolt a költő, kevés hús volt. Már majdnem felérkeztünk a panoráma torony kilátójához, de előtte még egy hatalmas hordót fogunk körbejárni. Ez azt a célt szolgálta régen, hogy ebbe volt a tűzőröknek a vízkészlete, most pedig a lenti interaktív játékunkkal kapcsolatos feladatokat rejt magában. A panoráma torony erkélyéről ingyenesen használhatjuk a messzelátókat, melyekkel megcsodálhatjuk a különböző tornyokat, a Csetényi Élményparkot, a piacunkat, a buszmegállót, a Bibó István gimnáziumot, és még sok-sok érdekességet. Nyakunkon a nyár, hogyha még nem döntötték el, hogy hogyan töltsék hasznosan az időt, mindenképpen látogassanak el Kiskunhalasra, fedezzék fel ezt a csodálatos, magával ragadó tájat.